lesznek, és vendégeket várnak. Nagy tisztelettel köszöntjük Komáromi Anettet és Fekete Péter igazgató urat, mindketten a Békés megyei Jókai Színházból érkeztek. És jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ma a nagy közönséget és a szakmát is várják az új színházba. Egy napra felcuccolunk, azt mondtuk, hogy bár egy éve várjuk a szakmát, egy éve várjuk az országból érkező nézőket, hogy jöjjenek. Ha a hegy nem megy, akkor mi jövünk. Tartanánk egy jó nagy sajtótájékoztatót, ahol beszámolnánk, hogy az elmúlt évadban mivel foglalkoztunk, illetve elmondanánk a jövő évi terveinket 6 órától, és aztán 7-től tartanánk egy gála előadást, egy díszelőadást, az elmúlt két év legjobb darabját mutatjuk be. És ebben a darabban szerepel Komáromi Anett. Mit jelent önnek ez a darab? Standard vörös és feketéről van szó. Igen, standard vörös és feketéről van szó. Amikor ezt a lehetőséget megkaptam, akkor először óckodtam, mert hál' Istennek nagyon sok darabban voltam, de az igazgatómnak és a rendezőmnek, Posgai Zsoltnak köszönhetem, hogy megkaptam az egyik főszerepet, Dörönálnét, és azt mondhatom, hogy életem legmeghatározóbb szerepe, és végigkísér, és ezt nagyon köszönöm mindenkinek. A Békés-megyei Jókai Színház büszkélkedhet egy színi iskolával, és büszkélkedjünk Anettel is, hiszen ő ebben az iskolában végzett. Mit jelent ez a fiataloknak? Ez egy óriási lehetőséget, mert 16 évvel ezelőtt kezdtem én ott a színházban, és most már ez színi tanház néven fut, és nem csak színészeket, hanem a háttérre szakmunkákat is képzés. Ez azért csodálatos, mert már ebbe az iskolába gyakorlattal a színházon belül tudják fölvenni, nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is, amit a színházról tudni kell a fiatalok. Igazgató úr, erre miért van olyan nagy szükség? Nincs elég lehetősége a pályakezdő fiataloknak? Talán színészképzésből igen, színészképzésből több helyen van Magyarországon jó iskola, de a színházi kiszolgáló szakmák területén komoly gondjaink vannak. Nincs súgó, ügyelő, kellékes, világosító és hangtechnikus képzés. Mi ezt elindítottuk tavaly előtt, és most már negyedik tanszakkal fut az intézményünk, 50-55 diákunk van, érettségi utáni hallgatókat, fiatalokat várunk. Akkor ez azt jelenti, hogy nem csak saját maguknak képzik a szakembereket, hanem ez országos szintű. Nem csak, hogy országos, én azt hiszem, hogy Európában is jól eladható szakemberekké válnak azok a fiatalok, akik nálunk végeznek. Egy hangtechnikus, egy fénytechnikus olyan szinten megtanulja a szakma csínyát, bínyát, hogy joggal reménykedheti abban, hogy Európában egy koncertszervezőnél egy másik színháznál munkát kap. Akkor maradjunk Európánál, méghozzá Közép-Európánál, egy színházi szomszédolásra készülnek a következő évadban. Nagyon érdekes és izgalmas az ötlet. Tovább lépése a tavalyi évadunknak, hiszen magyar évaddal zártuk a tavalyt, és azt gondoltuk, hogy a szomszédos országainknak ajánljunk egy-egy hónapot. Akik nem tudnák a magyar évadot, ez mit jelent? Az, hogy magyar szerzők darabjait mutatták be. Csak magyar szerzőkkel foglalkoztunk, tavaly 11 bemutatónk volt, amelyikből 3 ős bemutató volt, és 10 kortárs művet mutattunk. De volt egy, ami kicsit leporolás volt, Farkas Ferencnek a Csinom Palkóját vettük elő, azt nem nagyon merem kortársnak hívni, bár egy 30 évvel ezelőtt darabot még van, aki kortársnak húz. Belefér. Az összes többi az ma élő szerzőnek a remek műve, Czakó Gábortól Egressy Zoltánig mutattunk be szerzőt. Na és akkor ugorjunk a következő évadra, a közép-európai színházi szomszédolásra. 7 szomszédos országunk van. Azt gondoltuk, hogy 7 darabot fogunk bemutatni, és 7 hónapot kijelölünk, egy-egy hónapot egy-egy szomszédos országnak. Ukrajna, Románia, Szerbia, és sorolhatnám. Ebben az egy hónapban bemutatunk egy abból az ottani országból, ottani szerzőnek a művét, azt mi saját magunk műsorra tűzzük, és ez alatt az egy hónap alatt kiállításokat, filmvetítéseket, irodalmi esteket tartunk. Egyfajta miniművészeket is így. Igen, az egész évad egy fesztivál lesz. Az egész évad. Talán minden hónapban lesz egy nagy megnyitónk, hiszen megtisztel bennünket a nagykövetség, megtisztel az ott országnak a nagykövete, és abban a hónapban minden arról az országról fog szólni. A színjátszókat milyen különleges feladatok elé állítja ez, hiszen bizonyára izgalmas egy ismeretlen rendezővel az együtt dolgozni. És egy csoda várás, pontosan emiatt, hogy nem ismerjük egymást, azért egy más nemzetiség ugye mindenki, és tolmács segítségével megy, és azért azt átadni, megértetni ugye egymást, hogy nem egy bizonyos anyanyelven van, hanem egy másikon, ez mindig izgalmasabb és nehezebb feladat is, hogy megkapja a rendező úgy, hogy nem ismer engem, én sem őt, hiszen nem dolgoztunk soha együtt, és mondjuk úgy azért az ő
ő gondolkodásmenetét, amit szeretne láttatni, azt, hogy én el tudjam játszani. De és hogy azt lehet erre fölkészülni? Föl lehet? Nem, várom, izgalommal, hogy melyik darab, melyik rendez. Ez egy óriási. És mint a profi meccsek előtt, box meccsek, megnézik egymást ugye a versenyzők, vagy megnézik, igen, hogy a tréner mit tartogat a másik. Csak neki nehezebb. Hogy az ugye... elvárandó. Tehát az, igen, a rendező, aki eljön egy társulathoz rendezni, az a minimum, hogy először két-három darabot megnéz a társulattól, megnézi a színészeket, megnézi, kikkel fog együtt dolgozni. Ő választhatja ki, hogy kikkel dolgozik? Együtt. Vagy ez egy közös... Együtt. Egy vita. Igen, de azért kell ugye a segítség, aki ismer minket, meg aki mondjuk, mert egyszer bemutatkoztunk, tehát ez igaz, egy-két rendező azért már megtisztelte a színházat, és akkor bemutatkoztunk személyesen, hogy ki kicsoda, legalább külsőleg látott, ha még belülről ugye nem is tudja, hogy azért mit képvisel az ember, de egy adottságot már felmért, hogy valószínű, hogy milyen stílus szeretne látni a darabjában. Lehet-e már tudni, hogy körülbelül milyen darabok érkeznek majd a szomszédos országokból? Az egészen biztos, hogy Ukrajnával kezdünk, azt tudjuk, hogy... Melyik hónap? Október lesz Ukrajna hónapja, háztűznézővel indulunk, és nagyon boldogok vagyunk, hogy Kijevből az Ifjú Színháznak a világhírű igazgatóját, Monszajev urat sikerült megnyernünk, aki rendezni fogja az első darabot. Hát köszönjük szépen, sok sikert kívánunk önöknek az új évadban is, mert én úgy tudom, hogy az elmúlt években rengeteg nagy sikert tudhatnak magukénak. Sok felé hívták önöket, sok fesztiválon jártak, és azt kívánjuk, hogy jövőre is ezt folytatódjék. Köszönjük szépen. Köszönjük. És egy remek színházi ember, egy remek musical színész énekel nekünk nem sokára, Miller Zoltán, egy vadonatúj lemezről, egy szóló lemezről szól majd a dal, Te és én. Ezt kinek küldenék el? Vendégeink, hiszen megadatik a lehetőség. Látom, hogy egy kicsit meglepő, de nem, igen, szoktuk a vendégeinket enélkül elengedni, úgyhogy most üzenhetnek valaki. Én a családomnak és a nagymamámnak, aki a Duna TV nagy rajongója és minden délben nézi a Kívánság kosarát, tehát akkor a nagyinak Vésztőre, Pap Sándornénak szeretném akkor küldeni. És akkor én azoknak a Békés megyei nézőknek, akik ma este eljönnek az új színházba megnézni a Vörös és Feketét, minden Békés megyei.